Kikötődik a városhoz, hisz itt született, ide járt iskolába, ki ismeri a vidéket, megfogta szépsége, mások kedvelt esküvői helyszínek, vendéglátóhelyek miatt választják Sátoralja Újhelyt, ha házasodni szeretnének. Egy biztos, sok fiatal pár köt házasságot Sátoralja Újhelyen. Hogy a településhez való kötődésük megmaradjon, még ha nem is itt élnek a párok, a város idén egyéves házassági évfordulójuk alkalmából üdvözlőlapot küld az ifjú házasoknak. Ez azt jelenti, hogy egy közkedvelt hely, azért mondhatjuk ezt, mert sokan más településről jönnek, és ezek közül a lehetőségek közül választva kötik meg a kötnek házasságot. Úgy gondolta az önkormányzat, hogy mindezen fiataloknak egy olyan gesztussal próbálunk kedveskedni, hogy egy év után egy köszöntőt küldünk házassági évfordulójuk alkalmából, abban bízva természetesen, hogy jó döntést hoztak, azóta is együtt vannak, és hogy azokat a célokat, amelyeket annak idején kitűztek maguk elé, hogy mit szeretnek elérni az életbe, hát gyereket, lakást, egzisztenciát és így tovább, azokat sikerült elérni. Szeretnénk ezzel is egy kicsit a közösségformálást erősíteni, mert hogy ez nem pénzkérdés, nem igazából munka ez, amit teszünk, hanem mindenki érezze azt, hogyha Sátoralja Újhelyben valamilyen hivatalos eseményen részt vesz, akkor ő egy kicsit már ide is tartozik, pláne, hogyha helybeli, akkor meg teljes mértékig is. Reméljük, hogy mindenki örülni fog neki. Az üdvözlő kártyák a fiatal házaspárok férfi tagjainak is segítség lehet, hiszen így biztosan nem felejtik el házasságkötésük napját, ha az újhelyi hivatal jókívánságával csenget majd a postás.